A nap 24 órájában keresik a mentők azt a 21 embert, aki a szerdai budapesti hajó baleset után tűnt el a Hableány nevű sétahajó fedélzetéről. A magyar kormányfő alapos és szigorú vizsgálatot ígért az ügyben, amely majdnem 70 éve a legsúlyosabb hajó baleset a Duna-magyarországi szakaszán. A Hableány 33 dél-koreai turistát vitt a Dunán kapitányával és egy matrózzal, amikor összeütközött egy svájci szállodahajóval, és másodpercek alatt elsüllyedt. Heten meghaltak, 7 embert kimentettek, mindenki más eltűnt az áradó folyóban. A rendőrség büntetőeljárást indított, majd fél nappal később letartóztatta a Viking ukrán kapitányát. A felvételeken az látható, hogy a kis hajó az a Hableány, hegymenetnek megy, tehát északra tart mind a kettő hajó, a Viking is, a Viking a nagyobb hajó, és amikor beérnek a Margit híd két pillére közé, akkor a Hableány nevű hajó, az valamilyen oknál fogva befordul a Viking elé. És a Viking, ahogy vele érintkezik, akkor megborítja, és körülbelül 7 másodperc alatt, ahogy az oldalára borul, el is süllyed. Ott látszódik, hogy már borul a hajó egyébként, ahogy befordul a pillér alá. Időközben megérkezett Budapestre az a dél-koreai delegáció, amelyet a tragédia másnapján indított útnak a dél-koreai kormány, hogy segítsék az eltűntek keresését és támogassák az áldozatok rokonait, illetve a túlélőket. A dél-koreai külügyminiszter is Budapesten tárgyal pénteken. Nem csak a Dunapartra, hanem Dél-Korea budapesti nagykövetségéhez is elzarándokoltak sokan, volt, aki ajándékot vitt azzal, hogy adják oda a túlélőknek. Ez a hölgy is turista, azt mondja, hogy egy hónapja van Budapesten a férjével, és már legalább 3-szor voltak ilyen sétahajózáson. Tegnap hallotta ezt a szomorú történetet, és hát megszakad a szíve. Ezek a hajók általában csak éjszaka szoktak inkább tovább indulni, hogyha ilyen 9-10 óra körül van, tehát mondjuk 9 óra 5 perckor volt ugye ez az eset, és ugye hát ez egyszerűen elképzelhetetlen, mert ugye 8 és kb. 10 óra között van a legaktívabb rész ugye az esti hajókázásban itt a Dunán. Tehát akkor így még ugye még ezekkel a nagy hajókkal itt még kiállni, meg stb. Hát ez elképesztő. A szakemberek azt mondják, hogy a Duna budapesti szakasza különös tekintettel a belvárosra és a tavaszi-nyári szezonra túl zsúfolt, ezért nem biztonságos. A szerda esti tragédia hátterében szerintük nagy valószínűséggel emberi mulasztás áll, mert az eddigiek ismeretében nyilvánvaló, hogy a két kapitány nem kommunikált egymással.